Advent harmadik vasárnapja, egyben ezüst vasárnap van. Rengetegen vannak az üzletekben. Folyamatosan próbálnak a migránsok átjutni Mexikóból az Egyesült Államokba. A határrendészek azonban feltartóztatják őket. És jónak lenni jó, ma van a közmédia egész napos jótékonysági műsora. És ez a Híradó délben, Radnai Csaba vagyok, jó napot kívánok! Ezüst vasárnap van, rengetegen indultak útnak, hogy beszerezzék a karácsonyi ajándékokat, vagy a sütéshez, főzéshez szükséges kellékeket. Kapcsolunk is az egyik fővárosi bevásárlóközpontba, ott van Bence Zsófi, a kolléganőm. Szervusz Zsófi, mit tapasztalsz, sokan vannak-e a mai napon? Jó napot kívánok, szervusz! Ebben a budapesti bevásárlóközpontban óriási a tömeg, rengetegen érkeznek, hogy beszerezzék a karácsonyi készülődéshez szükséges termékeket. Ebben az élelmiszerboltban is így többnyire rengeteg édesség, több kiló szaloncukor kerül a kosarakba, de a sütési alapanyagokból is rengeteg fogy már, például cukorból és lisztből. Advent harmadik vasárnapján azonban rengetegen érkeznek azért, hogy az ünnepi asztalra valókat szerezzék be, így sokan vesznek már friss húsárút, például pulykát, kacsát, csirkét és természetesen halat is. Úgy tűnik, a magyar családok többségénél karácsonykor továbbra is elmaradhatatlanok a halételek, a legnépszerűbb fajta pedig a ponty. Egy felmérés szerint ugyanis a halat vásárlók 65%-a pontyot vesz. A kereskedők szerint az is látszik, hogy sokan szeretnék megspórolni a konyhában töltött időt, így az ünnepek előtt, ezért nagyon nagy a kereslet a készételek és a hidegtálak iránt. Az is érdekesség, hogy szinte minden üzletben gondolnak már azokra, akiknek valamilyen speciális diétát kell tartaniuk, így például beigliből glutén, laktóz és cukormentest szinte mindenhol találni. Becslések szerint egyébként idén karácsonykor élelmiszerekre 100 milliárd forintot fordítanak a családok. A roham pedig várhatóan a következő napokban folytatódik majd, és nem csak folytatódik, hanem fokozódik is, mivel ezen a hétvégén a szombati munkanap és a hó miatt sokan elhalasztották a vásárlást. A kereskedők ezért azt tanácsolják, hogy aki teheti, az inkább a hétköznap a délelőtti órákra időzítse a vásárlást. Bence Zsófiának köszönjük szépen, és közben egyre többen vannak, akik nem akarnak pont így a tömegben vásárolni, ezért az interneten szerzik be az ajándékokat. A szakemberek ezért az online vásárlások veszélyeire figyelmeztetnek. Azt mondják, hogy évről évre biztonságosabb ugyanaz ilyen vásárlás, de azért nem árt az óvatosság. Most éppen a kislányomnak ilyen kiságy fölé ilyen forró játékot szeretnék. Deák Petra kislánya születéséig minden évben a nagyobb áruházakban vette meg a karácsonyi ajándékokat. Újdonsült anyukaként úgy döntött, kipróbálja, milyen otthonról vásárolni. Azért döntöttem úgy, hogy kipróbálom az online vásárlást, mert itt össze tudom hasonlítani az árakat, illetve sok segítséget kaptam a családtagoktól, mert ők is már vásároltak online, és mondták, hogy is sokkal egyszerűbb és biztonságosabb. Közösségi oldalakon szoktak olyan hirdetések felugrani, amelyek megtévesztő logók használatával hatalmas árkedvezményekre hívják fel a figyelmet, amelyek túl szépek ahhoz, hogy igazak legyenek. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet igazgató helyettese azt mondja, bár az elmúlt években nagyon sokat javult az online vásárlások biztonsága, nem árt az óvatosság. A kecsegtető árak mellett más trükkökkel is kicsolhatják adatainkat, például a bankkártya számunkat. Ezek a minket megtéveszteni igyekvő oldalak esetenként rossz fogalmazással készülnek, helytelen magyarsággal íródnak. Ezek mindenképpen figyelemfelkeltőek abban a szempontból, hogy érdemes meggyőződnünk az oldalak valóságáról. A Bankszövetség kommunikációs igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az internetes vásárlásokkor a bankkártya használatnál történik a legtöbb csalás, de ezek megelőzhetők. Talán a legpraktikusabb lehet, ha a családnak van egy olyan internetes kártyája, egy külön kártya, amit az online digitális vásárlásokhoz használ. Ehhez rátölthető kisebb összeg, nem a teljes megtakarításainkhoz nyújt esetleg hozzáférést, amelyet könnyen időről időre, akár internetbankon keresztül, akár call centeren keresztül újra fel tudunk tölteni. De a csalók ellen az is védelmet nyújt, ha meghatározunk egy limitet, mennyit is költhetünk naponta, és az is sok segítséget nyújthat, ha a tranzakciókról SMS visszajelzést kérünk. A rendőrség ugyanakkor azt javasolja, hogy aki interneten akar vásárolni, nézze meg először a jogsértő webáruházak.kormány.hu oldalt.
Ők már 500 webáruházat megvizsgáltak. Van, akivel szemben eljárás is indult, azt is meg tudjuk ott nézni, hogy kik ezek, ők éppen mit tettek a határozat után. És nagyon fontos, hogyha ott a listában látjuk a mi webáruházunkat, ahonnan vásárolni szándékoztunk, azért ezzel óvatosan kell bánni. A legfrissebb adatok szerint már több mint 3 millió magyar vásárol az interneten, a legtöbben közülük a karácsonyi ünnepeket megelőző hetekben. A magyar online kiskereskedelmi forgalom évről évre rekordokat dönt, tavaly átlépte az 500 milliárd forintot, idén már akár 600 milliárd forintot is elkölthetünk így. Ma van advent harmadik vasárnapja, így az adventi koszorúkon meggyújtják a harmadik rózsaszínű gyertyát is. Ezt a napot örömvasárnapnak is nevezik, amely arra utal, hogy már közeleg a karácsony. Monostori László plébániai kormányzó az emegyen azt mondta, hogy advent harmadik vasárnapja azt is bizonyítja, hogy a kereszténység nem a szomorúság vallása, hiszen a rózsaszínű gyertya egyszerre hirdet örömöt és bűnbánatot. Ilyenkor évvége, a munkahelyen is gyakran hajtás, sokan a családjukban is ilyenkor készülnek arra, hogy megünnepeljék a karácsonyt, az ezzel kapcsolatos teendők kötik le őket. De ugyanakkor ez a feszültség, ez lehet szép is, hogyha minden nap gondolunk arra, hogy miért készülünk karácsonyra, hogyha a lelki dolgokat előtérbe helyezzük, hogyha újra odafigyelünk arra, hogy tényleg tudatosan éljük életünket, hogy időt ajándékozunk a másiknak, hogyha szeretnénk jó cselekedettekkel készülni, akkor ez a feszültség termékeny és gyümölcsöző is lehet. Országszerte folytatódnak az adventi ételosztások. Esztergomban például a főtéren kapnak meleg ételt a rászorulók az önkormányzat munkatársaitól. Kapcsolunk Szabó Mártonhoz a helyszínre. Szervusz, elkezdődött-e már az osztás, és mi a mai menü? Szép jó napot kívánok, szervusz! Elkezdődött az osztás itt az Esztergom főterén, a Esztergom város karácsonyfájának tövében. A menü pedig 300 adag gulyás készült, egy helyi vállalkozó jóvoltából, illetve közel 100 liter forró teát főztek, valamint házi sütemények is készültek, amelyet iskolások, óvodások és helyi civilek készítettek a rászorulóknak. Esztergom város polgármestere is itt van a helyszínen, illetve helyi képviselők is, akik segítik a munkatársaikat az osztásban. Önkormányzat kiemelten figyel a nehéz sorsú családokra, illetve a nehéz sorsú emberekre, folyamatosan felügyeli és segíti őket. A közmunka programban is így teszik ezt. Nemrégiben például a közmunkásoknak köszönték meg az egész éves munkájukat, akik közül nagyon sokat sikerült visszasegíteni a munkavilágába továbbképzések jóvoltából. Jelenleg az ételosztás körülbelül még egy óráig biztosan tart, illetve hát ameddig a készlet el nem fogy. Szabó Mártonnak köszönjük szépen. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a hagyományoknak megfelelően idén is több mint 1500 magyarországi és határon túli hátrányos helyzetű gyermeket ajándékoz meg karácsony alkalmából. A résztvevők idén is a Diótörő című mesebalettet nézhették meg az Erkel Színházban. A gyermekmentő szolgálat az elmúlt több mint két évtizedben már csaknem 27 ezer gyermek karácsonyát tette boldogabbá a látványos előadással, valamint a támogatók által felajánlott ajándékcsomagokkal. Azt gondolom, hogy ez végtelenül fontos, hogy ilyen nagyon-nagyon sok gyereknek tudjuk segíteni, és hogyha néha szervezünk egy ilyen programot, ami nem bajról és gondról szól, hanem örömről és gyönyörről, mint a mai, az meg egy külön öröm, az a habatortán, az a mi ajándékunk, ugyanúgy, mint tegnap a parlamenti karácsony. Reggel óta tart a jónak lenni, jó a közmédia jótékonysági műsora. Egész nap várják a felajánlásokat. Idén több szervezetnek, köztük az Erzsébet Alapítványnak gyűjt a közmédia, hogy még több cukorbeteg gyereket tudjanak táboroztatni. A 13630-as adományvonalon minden hívás 250 forintot jelent. Pontban reggel 9 órakor kezdődött a Jónak lenni jó idei műsora a Dunán. Egy nagyon szép napra ébredtünk ma, hiszen a Jónak lenni jó jótékonysági kampányának talán legfontosabb napja ez a mai. Novodomszki Éva köszöntötte a nézőket. Az adományok összege már ekkor az adás első percében meghaladta a 15 millió forintot, majd folyamatosan gyarapodott.
kollégáimnak lehet felajánlásokat tenni. A telefonos központban égtek a vonalak, egymás után futottak be a hívások, már délelőtt rengeteg adomány érkezett. Rendkívül önzetlenek az emberek, tehát nem csak az összeget ajánlják fel, ami 250 forinttól 180 ezer forintig is már történt rögzítésünk, adatrögzítésünk, hanem beszélgetünk, nagyon kedvesek, és amit észrevettem, hogy nagyon sok érintett, tehát cukorbeteg telefonál. De nem csak a stúdióban zajlik a műsor, hanem a közmédia munkatársai az ország több pontjáról, valamint külföldről is bejelentkeznek. Megtelik majd itt a nézőtér, hiszen jönnek a cukorbeteg gyerekek, és egy fantasztikus előadásban lesz részük. Diósi Klári például a fővárosból. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a nézőket. Cser Attila pedig Finnországból tudósít. Az egésznapos műsor folyamban folyamatosak a cukorbeteg gyerekekről és fiatalokról szóló összeállítások, amelyek bemutatják, hogyan és milyen nehézségekkel élnek. Számuk több ezerre tehető Magyarországon. A közmédia jótékonysági akciója őket támogatja idén, hogy közülük minél többen nyaralhassanak jövőre az Erzsébet táborokban. A mi célunk ma az, hogy sikerül-e vajon 3500 gyereket táboroztatnunk nyáron, ugyanis ez a tábor, amiről szó van, ez egy edukációs tábor lenne, ahol a gyerekek megtanulnák azt, hogy hogyan kell együtt élni a cukorbetegséggel. Magyarán ez több 10 millió forintot igényel, úgyhogy ha a kedves nézők csatlakoznak, és ha a nagyobb cégek is bevállalják azt, hogy emellé az ügy mellé állnak, akkor ma este 3500 gyereknek azt tudjuk mondani, hogy jövő nyáron mehetnek nyaralni az Erzsébet táborba. A Jónak lenni jó egész nap zajlik a közmédián, a Dunán, a Dunavörtön, az M5 csatornán. Segíteni többféle módon lehet, a 13-630-as adományvonal tárcsázásával, hívásonként 250 forinttal. Emellett meg lehet vásárolni felajánlott tárgyakat is, ezek a mediaclick.hu/jónaklenni jó oldalon találhatók meg. És lehet licitálni is Lionel Messi és a Liu testvérek dedikált mezére, egy Placido Domingo által dedikált hegedűre, valamint egy herendi vázára. Most pedig kapcsolunk is a Jónak lenni jó stúdiójában, ott van Molnár Zsófi, a kolléganőm. Zsófi, lehet-e tudni, hogy hol tart a gyűjtés, mik a legfrissebb számok? Jó napot kívánok, szervusz! Már több mint 48 millió forint gyűlt össze a cukorbeteg gyerekek és fiatalok támogatására, táboroztatására, és ez az összeg másodpercről másodpercre növekszik. Itt mögöttem is a kollégáim folyamatosan fogadják a hívásokat. Most éppen az M1-3 műsorvezetője is, Kontra György, Meszes Boglárka és Fábián Barna. Őket lehet hívni a 061-759-6000-es, illetve a 06-30-759-6000-es telefon számon, és lehet felajánlásokat tenni. Nem győzzük elmondani a többi elérhetőséget sem, amely módon lehet segíteni. A 13-630-as telefonszám hívásával 250 forinttal is lehet különböző tárgyakra is licitálni. mediaclick.hu/jónaklenni jó oldalon találhatók ezek meg. Az egész napos műsor folyam nagyjából este 10 óráig tart, úgyhogy ez a 48 millió forint sokkal-sokkal nagyobb lesz majd estére minden bizonnyal, hogyha sokan segítenek, és nem az számít, hogy ki mekkora összeget ajánl fel, hanem az önzetlen segítségnyújtás. Zsófi, délelőtt ugye volt, hogy ez a műsor a Dunán volt látható, volt, hogy a Dunavördön. Mi a délutáni program? A délutáni program ugyanez, egymást váltja, majd a műsor az egyik csatornáról a másikra tevődik át, most néhány percen belül majd az M5 csatornán folytatódik, aztán a Dunán, a Dunavörtön, és utána ez így lesz még az este folyamán is, úgyhogy érdemes ide-oda kapcsolgatni a közmédián, este 10 óráig addig tart az idei Jónak lenni jó. Molnár Zsófiának köszönjük szépen! Elfogták a nürnbergi késes támadások gyanúsítottját, jelentette be a német rendőrség. A Bajor városban csütörtök este néhány óra alatt három nőt szúrt meg egy késes támadó. Két áldozatot életveszélyes állapotban szállítottak kórházba, a harmadik nő is súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrök nagy erőkkel kezdték meg a tettes keresését. A hatóságok végül tegnap délután elfogtak egy 38 éves férfit, aki a DNS teszt alapján azonos lehet az elkövetővel. A gyanúsítottat őrizetbe vették.
Az eheti brüsszeli fejlemények megerősítik, hogy Brüsszel bevándorláspárti vezetése nem megállítani, hanem menedzselni, sőt inkább fokozni akarja a migrációt, jelentette ki a kormány szóvivő. Ollik István emlékeztetett rá, hogy az Unió megháromszorozná a migránsokra szánt forrásokat, miközben a tagállamok költségvetését megnyírbálná. Hétfőn Marrakesben elfogadták az ENSZ bevándorlási csomagját. Kedden az Európai Parlament megszavazta a migránsvízum bevezetését, és nem maradt tétlen az Európai Parlament belügyi, állampolgárjogi és igazságügyi szakbizottsága, vagyis a LIBE bizottság sem. Hétfőn egy olyan jelentést fogadtak el, amelynek lényege, hogy az új uniós költségvetésben a korábbi tervekhez képest háromszorosára emelnék a civil szervezetek, köztük a migrációt segítő civilek támogatását. Eszerint majdnem 2 milliárd eurót fordítanának az NGO-k munkájának segítésére. A tervezetet kidolgozó svéd zöldpárti képviselő szerint mi hamarabb dönteni kell a civileknek járó uniós támogatásokról. Növelnünk kell a civileknek járó forrásokat, és könnyítenünk kell a pályázati feltételeken. Még ebben a parlamenti ciklusban át kell vinnünk a javaslatot, mondta korábban Bodil Valero. Közben a héten újra előkerült az a javaslat is, miszerint a jogállamiság feltételeihez kötnék az uniós pénzek kifizetését a következő uniós költségvetési ciklusban. Vagyis ha Brüsszel úgy döntene, hogy valamelyik tagállamban sérül a jogállamiság, akkor az érintett országot pénzmegvonással büntethetnék. Az európai ügyekért felelős államtitkár szerint ez nem más, mint egy politikai nyomásgyakorlás. A jogállamiságot szerinte nem lehet összekapcsolni a költségvetéssel, ráadásul az uniós források elosztását egy régóta létező szabályrendszer irányítja. Ez a javaslat nem más, mint egy politikai eszköz, amely arra szolgál, hogy a nettó kedvezményezetteknek a tárgyalási pozícióit gyengítse, és a nettó befizetők pozícióit pedig erősítse. Több pénzt, kötelező kvótát és vízumot akarnak a migránsoknak. A kormány szerint a héten hozott uniós döntések megerősítik, hogy az unió jelenlegi bevándorláspárti vezetése nem megállítani, hanem fokozni akarja a migrációt. Ráadásul mindezt a Brexit miatt amúgy is csökkentett uniós forrásokból tennék meg. Brüsszel mostani bevándorláspárti vezetése minden egyes napot kihasznál arra, hogy még ezen a bevándorláspárti európai parlamenten átnyomja a migrációt fokozó javaslatokat, és egyre növeljék a nyomást a bevándorlás ellenes országokon, mint például Magyarország. Ollik István megjegyezte azt is, Brüsszelben ismét felmerült a kötelező kvóták terve is, ez pedig nem más, mint az Európai Parlament elnöke António Tajani vetette fel. A Fidesz szerint az MSZP, a Párbeszéd és a DK európai parlamenti képviselői a héten ismét a magyar emberek ellen fordultak. Tajs Tamás azt mondta, hogy a magyar baloldali és liberális EP képviselők megszavazták a migránsvízum bevezetését célzó előterjesztést. Úgy fogalmazott, hogy ezzel a döntésükkel ismét bebizonyosodott, hogy ha rajtuk múlna, akkor szabadon beengednék Magyarországra a migránsokat. A magyar balliberális képviselők, ahogy eddig is, most is, fegyelmezetten és lelkesen támogatták az Európai Parlamentben az EP bevándorláspárti többségével együtt a migránspárti előterjesztést, azt az előterjesztést, amelyik a migráns vízumot kívánja létrehozni. Egyre feszültebbek a Boszniában lévő migránsok. Péntek este megint tömegverekedés alakult ki közöttük. Most kapcsolunk velük a Kladusára, ott van Pető Attila. Szervusz Attila, mi a helyzet a városban? A hideg ellenére is próbálkoznak a bevándorlók átjutni a határon? Szervusz, köszöntöm a nézőket, persze, hogy próbálkoznak, sőt, egyesek elmondják, hogy egész egyszerűen elképzelhetetlennek tartják azt, hogy itt teleljenek át, tehát hogy hónapokat várjanak arra, hogy jobb időjárás legyen. Mások viszont arra panaszkodnak, hogy a befogadó központban egyszerűen képtelen normális körülmények között megmaradni. Folyamatosak az összetűzések, a konfliktusok a különböző népcsoportok között, ellopják egymás dolgait, provokálják egymást, tehát ezért sem szeretnének itt maradni, inkább azonnal szeretnének megpróbálni tovább jutni az Európai Unióba. És emellett vannak sikertörténetek is, mármint a migránsok szemszögében nézve sikertörténetek. Egy helyi újságíró egy olyan cikket jelentetett meg, amelyben egy migráns történetét meséli el a Napokban. Ez a migráns Boszniában tartózkodott hónapokig, megpróbált embercsempészekkel is és egyedül is tovább jutni, nem sikerült neki, de végül egy idő után egy e-mailt küldött ennek az újságírónak, amelyben arról informált, hogy bizony volt még egy lehetőség a tarsójában, és most már Németországban van, és minden a legnagyobb rendben van. Tehát ezek a sikertörténetek, úgymond sikertörténetek is tovább bátorítják a migránsokat arra, hogy akár mínuszfokokban is nekivágjanak és megpróbáljanak tovább jutni az Európai Unióba.
Pető Attilának, Klubelika Kladusáról köszönjük szépen. És folyamatosan próbálnak átjutni a migráns karaván tagjai Mexikóból és az Egyesült Államokba. A határ közelében még mindig több ezren várakoznak, mivel az amerikai hatóságok naponta csak korlátozott számú kérelmet vesznek át, az elbírálás pedig akár hetekig is eltarthat, az illegális bevándorlók egyre türelmetlenebbek. Migránsok másznak át az amerikai-mexikói határ egyik kerítésén fényes nappal. A Tijuánánál összegyűlt több ezer migráns folyamatosan próbálkozik az átjutással. Ezen a szakaszon fel kell menniük egy meredek lejtőn, ám fent már az amerikai határőrök várják őket. Hiába másznak át ugyanis az első kerítésen, azután még ott magasodik előttük egy jóval magasabb fal, szöges dróttal a tetején. Olyan elszántak, hogy van, aki még a kisgyermeke épségét is kockára teszi, csak hogy átjussanak a kerítésen. Az amerikai biztonsági erők emberei azonban folyamatosan figyelik a kerítésnek ezt a szakaszát. Amint földet érnek a migránsok, azonnal el is kapják őket. Azért vagyunk itt a kerítésnél, hogy átmenjünk rajta. Eddig még nem sikerült, de megcsináljuk, mondta egy hondurászi férfi. Vannak azonban olyanok is, akik a kerítés alatt másznak át. A legtöbben mindent elkövetnek, hogy valahogy átjussanak. Az amerikai hatóságok szerint a két kerítés között eddig több mint 1000 migránst fogtak el. A migránsok beadott kérelmeit az amerikai hatóságok hetek, hónapok alatt bírálják el, és az is korlátozva van, hogy naponta hány kérelmet vehetnek át. A Tijuánánál összegyűlt több ezer emberből, ezért többen más határszakaszok felé indultak el, hát ha ott könnyebben átjuthatnak. Eközben a mexikói hatóságok folyamatosan új helyre költöztetik át az illegális bevándorlókat. Az utcákról különböző raktárakba, sportlétesítményekbe kerülnek át, hogy fedél legyen a fejük felett. Ezen a helyen senki sem marad, így a gyerekek sem fognak fázni, és vízhez is könnyebben jutnak majd. A legfontosabb, hogy fedél lesz a fejük felett. Így kevesebben betegednek majd meg, és a létszámot is jobban nyomon tudjuk követni, mondta egy aktivista. Október közepe óta összesen mintegy 9000 közép-amerikai, többségében hondurászi migráns érkezett Mexikóba, különböző karavánokban. Mivel többen átmentek más államba, a korábban Tijuánában táborozó mintegy 6-7 ezer migráns csak nem felének hollétéről nincsenek információik a mexikói hatóságoknak. Az utcai erőszak minden formája elfogadhatatlan, ezt mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a gyülekezéshez való alkotmányos alapjog mindenkit megillet, ezt azonban kizárólag törvényes keretek között lehet gyakorolni. Mint mondta, a rendőrség a békés tüntetéseket is biztosítja, egyenruhásokra támadni azonban továbbra is bűncselekmény. Béremeléseket, nyugdíjemelést jelentenek, vagy akár a közigazgatási bíróságnak a felállítását, helyreállítását, ami a rendszerváltozás egyik adósságának tekinthető. Fontos és jó törvényekről vonta el a figyelmet az ellenzék szerdai parlamenti viselkedése. Erről beszélt Gulyás Gergely a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint példátlan, hogy politikai erők erőszakkal szabotálták a demokratikusan megválasztott parlament munkáját. Mi úgy gondoljuk, hogy nem hogy lehetnek, hanem kell is, hogy legyenek éles politikai viták, ezért is volt a rendszerváltozás, de ebbe az nem fér bele, hogy a demokratikus parlamenti választások eredményeként létrejött kormánytöbbséget erőszakkal próbálja meg egy végtelen agresszív kisebbség, parlamenti kisebbség néhány képviselő megakadályozni abban, hogy jogszerű döntéseket hozzon és az országgyűlés normálisan működhessen. Az ellenzéki pártok jóvoltából így nézett ki a parlament ülése szerdán. Az MSZP, a Párbeszéd, az LMP, a DK, a liberálisok és a Jobbik képviselői is fütyültek, hangoskodtak és szaladgáltak a padsorok között. Latorcai János házelnököt fizikailag is akadályozták, a képviselőt nem engedték fel az elnöki pulpitusra. Így próbálták elérni, hogy ne tudja levezetni az ülést, és hogy az országgyűlés ne szavazhassa meg a munkaidőbeosztásról szóló törvénymódosítást. Az erőszakos fellépés később a parlamenten kívül is folytatódott. Az ellenzéki pártok felhívására utcára vonult embereket csoportja rátámadta rendőrökre, üveggel, palackokkal, sörös dobozokkal, kövekkel dobálták őket. Közben megrongálták az országház épületét, a Kossuth téren felállított karácsonyfát és a rászoruló gyerekeknek szánt szánkókat is. A tömeg gyújtogatott, füstgránátozott és többször is keresztény ellenes bekiabálásokat lehetett hallani. Hogy védik a ki***t gyászolt
A keresztény demokrácia. Bakkok meg Jézus. Az ellenzéki pártok képviselői szerdán, csütörtökön és pénteken is a Kossuth téren voltak a tüntetők között. Kérdeztem, mi van, és könygázaznak. Nem fáj a büntetés, egy percig sem fáj. Ha ez az ára a szabad Magyarországnak, akkor minden nap... Egy füstgránátot dobtam. A Momentum elnöke, Fekete Győr András az erőszakos demonstrációba is bekapcsolódott. Nagyon szép nagy füstöt kreál, ez pedig az embereket nyilván még inkább lázba hozza, és ad egy hangulatot az egész tüntetésnek. Azt látjuk, hogy ma az ellenzék a saját magatartásával, üzeneteivel erőszakos fellépésre hív fel a rendőrséggel szemben, és a rendőrökkel szemben. A miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az ellenzéki pártok saját politikai kudarcukról próbálják elterelni a figyelmet azzal, hogy politikai aktivistákkal együtt az utcán hergelik az embereket. A rendőrség törvényesen és arányosan intézkedett. Azt látjuk ráadásul, hogy a szervezők és résztvevők között Soros György kitartottjai nagyon nagy számban vannak jelen. Ez is azt igazolja, hogy itt nem valós társadalmi elégedetlenségről, hanem egy szűk kisebbségnek az erőszakos, agresszív fellépéséről van szó. Gulyás Gergely hozzátette, a gyülekezés alkotmányos alapjoga mindenkit megillet. A kormány szerint ugyanakkor az erőszak minden formája elfogadhatatlan. A főpolgármester szerint blöff az ellenzéki előválasztási javaslat. Talós István a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában úgy fogalmazott, ha az ellenzéknek valóban kétharmada lenne Budapesten, ahogy az áprilisi országgyűlési választás óta hangoztatják, akkor mindegy lenne, hogy kit indítanak jelöltként. A főpolgármester azt mondta, hogy szégyen az ellenzéki pártokra nézve, hogy nem tudtak felépíteni egy olyan saját politikust, akiben megbíznának. Talós István szerint az előválasztással valaki vagy valakik menekülnek a jelölés felelőssége elől. Valójában a MSZP feladott egy hirdetést, hogy bárki jelentkezhet főpolgármester jelöltnek. Én ezt nagyon furcsálom, de ők tudják. Előválasztást egyébként, aminek Magyarországon amúgy sincs hagyománya, egy párton belül szoktak tartani, például Amerikában is, hogy 3-4-5 olyan párt tart előválasztást, amelyeknek a filozófiája, a politikai programja gyakorlatilag egyáltalán nem illeszthető össze, ez egy értelmetlen dolog. Korábban érkeznek a decemberi családtámogatások. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt közölte, hogy december 20-áig minden érinthethez eljut a decemberi családi pótlék, gyermeknevelési támogatás és gyermekgondozást segítő ellátás. A posta a jövő hét elején kézbesíti a támogatásokat, és a bankszámlákra is jövő héten érkeznek meg a juttatások. Kézbesítésnél, ha a címzet nincs otthon, értesítőt kap, hogy hol és mikor veheti át a pénzt. Az intézkedés több mint 1 millió családot érint. Nem megszokott módon közlekednek télen az egyik szibériai falu lakói. A település az Irkut folyó egyik szigetén helyezkedik el, ahová semmilyen híd nem vezet. Az ott élők ezért egy drótkötélpályán érik el a külvilágot, amin közlekedni viszont cseppet sem veszélytelen. Drótkötélpálya magasodik Szibériában a befagyott Irkut folyó felett. Egy aprócska falut, amely a folyó egyik szigetén terül el, télen csak ezzel a rendhagyó közlekedési eszközzel lehet elérni. Kazacskyi Lugát egy drótkötél kapcsolja össze a külvilággal. 250 család él a településen. Idősek és gyerekek egyaránt csak így kelhetnek át a befagyott folyón, amelyen semmilyen más eszközzel így gyalog sem lehet átkelni, mert kiszámíthatatlan, hogy hol vékonyodik el annyira a jég, hogy beszakadjon. A drótkötélre egy csigát erősítenek, majd két erős hurokkal egy deszkát is rögzítenek. A szállító eszköz így el is készült. Katasztrofa cele. Ez az egész egy katasztrófa. Amikor a folyó fagyni kezd, vagy éppen a szezon végén, amikor olvad, a helyiek csak így tudnak közlekedni, mondja egy helyi férfi. Így működik a drótkötél pálya 10 méter magasságban. Az utazó nem dőlhet hátra, és a tájban sem gyönyörködhet, ahhoz ugyanis, hogy átérjen a túlpartra, keményen kell dolgoznia, kézzel kell húznia magát, csak így mozdul meg a szerkezet. Annak a szónak, hogy biztonságos, itt nincs semmi értelme. Minden a szerencsén múlik, az ügyességen és a kitartáson. Ha ketten utaznak egyszerre, az még nehezebb. Sokszor történik baleset, eltörik a deszka, elszakad a kötél, magyarázza a férfi. Az egyik helybéli is azt meséli, hogy az unokája leesett a drótkötél pályáról.
Egyszerűen elvesztette az egyensúlyát. A magasból a jégre zuhant. Szerencséje volt, mert pont egy olyan részre esett, ahol még nem olvadt meg. Eltörte a csípőjét és a könyökét, mondta a nő, hozzátéve, hogy ha vékony jégre esik és elsüllyed, biztosan nem éri túl a balesetet. Az emberek táskáikban hordják a felvonó fontosabb tartozékait, és mindenki maga állítja össze a szerkezetet. A jégre menni veszélyes, olvasható egy táblán, miközben egy gyerek a közelben szaladgál. A helyiek hiába élnek rendkívül nehéz körülmények között, pénzhiány miatt nem épülhet meg az a gyalogos híd, ami gyökerestül megváltoztathatná az ottaniak életét. És sporttal folytatjuk. Kalmár Ákos hetedik lett 1500 méteres gyorsúszásban, és ezzel véget is ért a magyarok szereplése a rövidpályás úszó világbajnokságon. Magyar idő szerint ma délelőtt már csak Kalmár úszott döntőt a magyarok közül. A 18 éves versenyző az előfutamban felállított egyéni csúcsától 4 másodperccel elmaradva a hetedik helyen csapott a célba. A válogatottból egyedül Hosszú Katinka szerzett érmet Kínában. A VB legjobb női úszójának megválasztott klasszis 4 arany és 1 ezüstérmet szerzett a rövidpályás világbajnokságon. Több mint 50 percig játszott ember hátrányban, de így is pontot szerzett a Honvéd az Újpest ellen a labdarúgó OTP Bankligában. A kispestiek Tischler Patrik fejesével az utolsó percekben egyenlítettek ki 2-2-re. Sokáig helyzetek nélküli játékot mutatott a Budapest Honvéd és az Újpest találkozója, ám bő fél óra után egy kiállítás nagy változást hozott. Ekkor a Honvéd védője Skorc kapta meg második sárgalapját. A hazai csapat ennek ellenére emberhátrányban is vezetést szerzett. Az első félidő hajrájában Hollander Filip értékesített egy büntetőt. Az Újpest a második félidőre rendezte sorait és gyorsan fordított. A 46. percben Beridze helyezkedett jól egy kipattanónál és egyenlített, majd egy nagyszerű akció végén Novotny érkezett tökéletesen egy beadásra. A Honvéd a folytatásban 10 emberrel is dolgozott ki helyzeteket, Barát Botond próbálkozása végül elkerülte a kaput, azonban a hajrában Tischler Patrik már pontosabban célzott. A 27 éves támadó korábbi csapata ellen egy szép fejessel egyenlített, amivel beállította a 2-2-es végeredményt. A két csapat ezzel sorozatban harmadik döntetlenjét játszotta egymás ellen. Nem hosszabbítja meg a hónap végén lejáró szerződését Barát Botond, a Budapest Honvéd válogatott hátvédje. Erről klubja adott hírt ma délelőtt. Barát 11 éve töltött a kispesti csapatban, a jövőjéről egyelőre csak annyit árult el, hogy külföldön folytatja pályafutását. És akkor lássuk az NB1 18. fordulójának összes tegnapi eredményét. Amint láthatták, a Budapest Honvéd és az Újpest nem bírt egymással. A Debrecen remekül zárta az évet, miután a haladás vendégeként 2-0-ra nyert. A Kisvárda meglepetésre 1-0-ra legyőzte az MTK-t, a Diósgyőr a Paks otthonából hozta el a 3 pontot, a Puskás Akadémia pedig a horvát Knezevics duplájával 2-0-ra győzött a Mezőkövesd ellen. A forduló záró mérkőzését pedig ma este rendezik, a címvédő Molvidi fogadja a bajnokságot 8 ponttal vezető Ferencvárost. És akkor nézzük a tabellát. A forduló győztese eddig a Debrecen, amely a Budapest Honvédot és az Újpestet megelőzve a harmadik helyen zárja az őszi szezont. A hatodik pedig az MTK. Az Alsóház élén a Mezőkövesd áll a Paks előtt, míg a Puskás Akadémia egyre távolodik a kieső zónától. Nagy harc várható a bennmaradásért a Diósgyőr és a Kisvárda között, a haladás hátránya viszont már 7 pont közvetlen riválisával szemben. Tehát, ahogy el is hangzott, a Molvidi FC Ferencváros csúcsrangadóval zárul ma este az OTP Bankliga őszi szezonja. A Ferencváros 8 ponttal vezeti a tabellát, így a címvédőnek hazai pályán győznie kell ahhoz, hogy tavasszal még időben fel tudjon zárkozni az Illovas FTC-hez. Egy igazi presztízs mérkőzéssel, a Molvidi FC Ferencváros csúcsrangadóval zárul az OTP Bankliga őszi szezonja. A Vidi csütörtökön a Chelsea elleni bravúros döntetlennel fejezte be a szereplését az Európa Ligában. Ma pedig már a bajnokságot 8 ponttal vezető Ferencvárost fogadja Székesfehérváron. A két csapat legutóbb 2-2-es döntetlent játszott egymással a Groupama Arénában. Ezúttal viszont a Vidi számára lenne fontosabb a győzelem, hogy elkezdje a felzárkózást az FTC-vel szemben.
A Vidi kapusa Kovácsik Ádám szerint a csapat túllendül majd a nyár óta lejátszott 14 nemzetközi mérkőzés okozta fáradtságon. A fehérváriak az elmúlt 5 hónapban 34 találkozón léptek pályára. Nagyon nehéz mérkőzés lesz, jó hangulatú meccs lesz, biztos, hogy kiélezett küzdelem lesz, ugye az előző meccsünk is egy AEK második mérkőzés után volt, tehát egy nemzetközi meccs után játszottunk velük, egy 2-2, tehát kicsit nehezebben kezdtünk pont ebből a fáradtságból kifolyólag. Most próbálunk ugye úgy készülni, hogy ez ne legyen érezhető a csapaton. Azt gondolom, hogy azért valamennyire már így belejöttünk, talán így év vége felé ebbe a regenerálódásba. Még egy utolsó hatalmas erőfeszítés kell, és győznünk. A Ferencváros csatárának, Davide Lanzafaménak a legutóbbi fordulóban kevesebb, mint egy percre volt szüksége ahhoz, hogy vezetést szerezzen csapatának. Az olasz gólkirály most azonban sokkal nehezebb mérkőzésre számít. Ez egy kifejezetten érdekes mérkőzés lesz. 8 ponttal vezetünk, de tudjuk, hogy a Vidi egy nagyon jó csapat. Komoly erőfeszítést igényel majd az, hogy győzzünk. Ráadásul idegenben játszunk, és az ő szurkolótáboruk biztos sokat fog segíteni nekik. De természetesen mindent megteszünk, hogy megverjük őket, mondta Lanzafame. A Molvidi FC Ferencváros csúcsrangadót 20 óra 15 perctől az M4 Sport élőben közvetíti. A Ferencváros és a Miskolc játssza ma délután a férfi vízilabda Magyar Kupa döntőjét. Az FTC a Vártnál könnyebben győzte le az OSC-t, a Miskolc pedig kiélezett mérkőzésen jutott túl a BVSC-n. Az FTC és az OSC összecsapása előrehozott döntőnek is beillett a Magyar Kupa legjobb 4 csapata között. A fehér sapkások az első negyedben meglepték a bajnoki címvédőt, hiszen 2-0-ra és 3-1-re is vezettek. A Ferencváros azonban ezután Varga Dénes vezérletével egy 5-0-as sorozattal megfordította a találkozót, és Pól Zoltán találata után már 6-3 volt az állás a zöldfehérek javára. A nagyszünetben 4 góllal vezetett a bajnoki címvédő. A fordulás után a korábbi Ferencváros játékos Manherz Krisztián emberelőnyös góljával 7-6-ra felzárkózott az OSC, ám ennél többre már nem futotta az új budai csapat erejéből. A Ferencváros végül maga biztos 11-7-es győzelemmel jutott a Magyar Kupa döntőjébe. A másik elődöntő sokkal kiegyenlítettebb mérkőzést hozott. A BVSC és a Miskolc az egész találkozón fejfej mellett haladt. Az első negyed 2-2-es, a második pedig 3-3-as döntetlennel ért véget, és egyik csapat sem vezetett egy gólnál többel. Ez a tendencia megmaradt a szünet után is, de ekkor már csak a Miskolcnál volt az előny. A hajrában is a fekete sapkások koncentráltak jobban, Stojanovic negyedik góljára pedig már nem volt válasza a BVSC-nek. A fővárosiak utolsó lövése a kapufáról kifelé pattant, így a Miskolc 9-8-ra győzött és készülhet a döntőre. Az FTC Miskolc mérkőzést az M4 Sport vasárnap 16 órától élőben közvetíti. És ez volt a Híradó délben. Híreinket megtalálják és el is tudják olvasni weboldalunkon a hirado.hu-n. A Duna nézőitől most elköszönünk, itt az M1-en viszont megyünk tovább, én hamarosan a visegrádi országok híreivel folytatom.